Shadow settle on the place that you left. Ezek ura, mindenkit a mai videóba is ilyen olyan kezdet nektek elgoktartom, ha nem a megszokott elszínekkel jövök, de mondjuk elszínen, hogy nem megy be nektek, ez most így sikült, itt tudom nektek jó felvenni az anyagot. Legyen ennyi elég nektek, most elszínen nem fogok titélni, hogy jó vagyok pontosan. Na mindegy. Akkor vegyük is a témát, hogy miről szól a mai videónk, ez a budapesti útról szól, ami egyébként hát pár probléma miatt így jól a veszélyed, de egyébként ezt elmondom, hogy sürgetett idővel kell dolgoznom. Tehát úgy kézzétek, hogy mentünk, ide mentünk, és inkább ennyi. Tehát nagyon nem is volt nagyon mit menni össze-vissza. Na mindegy. Nézzük is Budapestről mi lesz. Szóval egyébként két elszínről fogok nektek többségben beszélni. Egy ugye nem félig múzeum, de mégis kicsi hasonló jelgő, egy múzeum, meg ugye egy összegzés adott nektek az egészről. Minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you... Maga a nevépist akarja, hogy ilyen hát írások, ilyen szerződések, dokumentumok tartóak benne. Persze levél is, ha van. És én nagyon érdekes helyszínről van szó, tehát akit nagyon érdekel az egész, úgymond, magyar történelem, az itt mindent megkap. Gondoljatok bele, egészen 46-tól vannak ott adatok, egészen 45-től egészen 89-ig. Az nagyon sok adat, ha jobb elgondoltok, és nem is kevés adat. Ez azért történtek Magyarországon csomó minden abban az időszakban. Most nem mondom, akarok úgymond, nem megy be annyi a történelem, de például ott voltak a nyilasok, ott a kommunizmus, minden ott volt, és minden ott van egyébként. Maga akták, ami egyébként, most egy akták egészen másik múzeum, kb. Ez is kötődik kicsit. Akták, az nagyon érdekes egyébként, hiszen minden akt ott van. Tehát minden ember, akiről vezetek, besúgók, meg minden ott van. És ezért alapvetően maga a tárolás is nagyon érdekes. Ugye magasan is nem tudom levideózni nektek azt, hogy milyen is a tárolásuk, hiszen nem engedik. Tehát volt egy ilyen dolog, hogy nem engedtek be filmezni. Csak ahogy én néztem is ennyi volt, és plusz többen is voltunk, meg minden. Tehát lényegében érdekes az a tárolás, hogy ilyen, vannak ilyen szekrények, abból vannak ilyen karton dokumentumok, a van kép az bekerült, amit beteszem, vagy meglássuk, hogy lesz, hogy jön ki a dolog. Így be van téve, és hát lényegében van egy, le van szóval, hogy az hőmérséklet úgy idegébre, hogy a papírna sarkuljon be, és a csomó ilyen alaktat csináltak, ugye? És ezeket egyébként folyamatosan rendezik, tehát sosincs az, hogy ott adnák, hiszen van, ugye van digitalizáció, meg kutatnak, és plusz az, hogy ingyenes kutatási lehetőség van, tehát alapvetően bárki a fordulat, családfogtatás is csinálnak ingyen, és csomó ilyen szakadás, aminek pont nem tudom, de egyébként szerintem a weboldalát itt be fog nektek linkelni a leírásokat, ott jobban tudok nézni. Egyébként maga az épület az nagyon szép felülről, és olyan, hogy egyébként történelmi szempontból is ott egyébként 27 év volt a levéltár, de abban sportklubok voltak, meg csomó rendezmény, meg egyébként raktak is ott. You're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Ségünk, ez nem más, mint alapvetően a terrorokáz. Igen, egyébként nagyon érdekes helyszín volt, ezt nagyon vártam oda is menni, mert kíváncsi voltam, mi lesz ott. Tehát, és nagyon-nagyon-nagyon pozitívan jöttem ki az egészből. Tehát, gondoltok bele egyébként, az a tíz színjén mentem, tehát az is szelőny volt, de másképp színjénes volt. De azon kívül sokat mindent kaptam ott. Első nagyon fontos dolog, ugye tankról belépsz. Az, hogy a fel lehetett venni, azt fel is van egyébként véve, láttatok felvételken is. És hát, a veten az még csak kezdet volt, az valós tankról van szó. Amit valaki azt hinné, teljesen valós tank, és nagyon jól néz ki. Utána egyébként, utána volt az a rész, amit sosem nem vettem fel nektek, ez például a további kerítócsankok voltak.
Ugye ezt kis összegedre szeretném eljegyezni, mert nagyon sok volt, és nem szeretnék bemenni minden csarnokba. Lényegében végigmentek 45-től, tehát a másik világháború végétől, onnantól egészen 89-es időszakig. Egészen a nyilasoktól, egészen a kommunistákig, Kádár korszakig mindent érintettek, és egyébként nagyon jó volt látni. Tehát szinte minden termény tematikus volt, és idején azért is hasznos dolgokat mondott, igaz egyébként nagyon érkezhetik-e olyan fülagatóval beszélt, mondjuk a telemek is annak voltak, hogy nagyon kellett hozzá, és sokat jobban is értettet. Egyébként hiába mondhatjuk azt. Tehát lényegben megérte így végignézni egyébként, ami nagyon pozitív helység kapcsán, hogy nagyon kreatívan bemutattak. Mindenten más típusú volt, voltak itt plakátoktól kezdve újságig, volt itt még kínzókamra is, ami egyébként a végén volt. Azon kívül még itt voltak fegyver, perek is, és irodákat, most minden volt egyébként, így érdekes színe minden volt elszín kapcsán, és szerintem én olyan mindenkinek, hogy látkosan terrorkázzába, hiszen ugye még minden is fel tudom olyan készíteni, de ezt át kéri az embernek saját magának, és remélem, hogy átéri mindenki, hiszen nagyon megéri, hiszen úgy jössz ki, no, ez nagyon szép volt. Egyébként ez a szervezet megszűnt, és lényegében utána az ELSZ, nem tudom, hogy milyen funkciót töltött be, de aztán valami politikai rendőrség is működött, tehát alapvetően mindig ezt a célt töltötte be, és hát azért durva gondolja, hogy múzeum volt, és régebben ott embereket kínoztak. Főleg a pincébe igaz ez, hiszen a börtön rész át megmaradt félig, igaz, ott is teljesen elhelyezették a nyomát, hogy ott az volt, tehát lényegben igen. Ez volt ez a múzeum. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. Oké, búcsúzni, hogy egy pár dolgot mondjak el nektek a videóban, nem pedig a szokásos búcsúval. Hát igen, ugye most nagyon érdekes kivezetők, ugye Budapestről este, meg nagyon sok ilyen vasfelt nem készült. Ez egyébként annak is köszönhető, hiszen jön aztán a második rész, ami egyébként meglepetéssel is jön majd, hiszen ugye akkor elmegyek Budapest, és elmegyek még Bécsbe is. Szeretném meg bejelenteni, tehát lesz még Budapest, még bécsi rész is. Karácsonyi vásár időszakában, tehát az is izgalmas téma szerintem mindenki számára. Tehát ezek jönnek külföldi vlogként, és remélem tetszett nektek ez az egész videó, és amosan majd találkozunk Váradiba, vagy Szennyibe, akármilyen vlogba, és amosan majd jön a Budapest rész forgatása, remélem majd tudok beszélni is ott már. Remélem.